Ilyen még nem volt Kiskunhalason, hogy az UFO hívők találkozzanak egymással. Ezt a filmszínházban tették. Hát kollégám ott járt a helyszínen, a Fáklya Filmszínházban itt Kiskunhalason, és hát nagyon sok érdeklődőt talált ezen az előadáson. Talán nézzük meg, hogy kik is voltak ott, és miről is esett szó. Úgy repülnek, mint amikor valaki csészealjakkal kacsázik a vizen. Jellemezte 1947-ben egy pilóta azt a furcsa tárgyat, amelyet az Egyesült Államok nyugati partvidékén a hegyek fölött látott. Az újságírók a hasonlatot felhasználva repülő csészealjaknak nevezték el az ismeretlen gépeket, és ez a félrevezető hasonlat azóta is árnyékként követi az UFO-kat. Hogy valóban léteznek-e vagy nem, azt egyelőre nem lehet tudni. Az utóbbi 30 évben azonban megszaporodtak az ilyen megfigyelések. Nemrégiben egy francia kutatócsoport egy év alatt csak Franciaországban 600 esetet tárt fel, de több mint 900 megfigyelésre bukkantak az Egyesült Államokban és 200-ra Spanyolországban. Ezek többségének tárgyi bizonyítékai nincsenek, bár az elmúlt néhány évben megszaporodtak az amatőr fényképek és filmfelvételek. A képek elemzésekor azonban nagyon sokról kiderült, hogy hamisítvány, és ezek többségét meglepő módon UFO kutatók bizonyították be. De ha sok százból csak egy bizonyíték hiteles, már az is elgondolkodtató. Magyarországon a rendszerváltás után kerülhettek csak nyilvánosságra a különös megfigyeléseket tartalmazó kiadványok. Az idegen civilizációk létezését elfogadó emberek időről időre már hazánkban is tájékozódhatnak a legújabb eredményekről, a legérdekesebb esetekről. A legutóbbi ilyen esemény november 18-án Kiskunhalason volt. A Filmszínház első ilyen rendezvényére több százan voltak kíváncsiak. Önök miért jöttek el az előadásra? Hát kíváncsi vagyunk erre az UFO jelenségekre, hogy valójában léteznek, vagy... Hisznek az ilyen jelenségekben? Hát is. Szerintem nem csak egyedül vagyunk ezen a világegyetemben, szerintem más bolygókon is léteznek életek. Önt mióta érdeklik az UFO-k? Elég régóta. Látott esetleg furcsa jelenséget? Hát a tévében, ott láttunk. Te hiszel-e az UFO-kban? Igen, hiszek. És láttál is már esetleg furcsa jelenséget? Még eddig nem volt szerencsém látni, de nagyon szeretnék. Végül is annyira még nem vagyok meggyőződve róluk, hogy léteznek, de sok mindent hallani róluk. Milyen gyakran fordulnak elő UFO jelenségek itt a Dél-Alföldön? Nagyon nehéz megítélni, mert rengetegen nem merik elmondani, hogy valójában mi történt velük. Sokszor 10 év után bukkanak fel igazi történetek. Ennek azt kell mondanom, hogy minden hónapban esik az egy-két nagyon komoly, hogy azonnal megtudunk. Hogyan alakult az utóbbi években a hívők és nem hívők tábora? Azt tapasztaltam, hogy a hívők tábor egyre jobban nő. Köszönhető ezt, hogy most már nyíltabban lehet beszélni a sajtóban, a televízióban erről a témáról. Ma már csak a vaskalapos, a hagyományokhoz ragaszkodó emberek, kutatók, csillagászok állítják azt, hogy amire nincs magyarázat, az nem létezik. Gondoljunk csak arra, hogy néhány évszázaddal ezelőtt még az emberiség bolygónkat kocka alakúnak hitte. Sőt, a napfogyatkozásra sem találtak észszerű magyarázatot. Sokáig a Mars bolygóról is azt hitték, hogy nem lehet rajta élet. Ma már bebizonyosodott, hogy ez sem igaz. Lehet, hogy egyszer az UFO-k rejtélye is megoldódik. Hát bizony, a képek láttán sokan elgondolkodnak azon, hogy valóban igazából léteznek-e az UFO-k, hiszen sok tévében sok műsort lehet látni, újságban sok cikket olvasunk róla. Laci, szerinted léteznek, vagy te hiszel benne? Hát erre nagyon nehéz válaszolni, talán gyerekkoromban nagyon szerettem volna egyszer valami ufonautát látni, aztán ahogy kicsit felnőttem, talán kicsit hihetetlennek tűnnek nekem ezek a mesék, bár nem mondom azt, hogy nincsenek, tiszteletben tartom mások véleményét is. Én nagyon örülnék, ha egyszer találkoznánk ufonautákkal, de tegnap jártunk Balog István csillagásznál, aki azt mondta, hogy Laci, te ugyan nem fogsz ezekkel találkozni, hiszen István barátunk nagyon tagadja az UFO-kat. Kérem, nézzék meg vele készített beszélgetésemet, amiből kitűnik, hogy a csillagászok számára szinte hihetetlen mese az ufonauták földre való érkezése. Nagyon sokszor előfordul manapság az elbeszélésekben, hogy az ufonauták elvisznek egy embert a földről, kísérleteznek rajta, majd visszahozzák. Ezt hogyan lehet magyarázni, ezeket a személyes találkozásokat? Hát ezzel foglalkozunk, illetve hát pontosabban nem mi Kiskunhalason, vagy ugye Magyarországon ezek ilyen témával, de a világon foglalkoznak ilyen témával,
azzal a személyes találkozásokkal, hogy lehetséges a személyes találkozás. Ez megint nagyon nehéz dolog. Személyes találkozás, ugye az előbb beszéltünk arról, hogy ugye egy tömeget fölgyorsítani, milyen nehéz a fénysebességre, mennyi energia kell. Azért gondolkodik az ember, rájön arra, hogy az a bolygó, ami esetleg nem nagyobb, mint a mi földünk, mondjuk olyan civilizációban vagy egy kicsit fejlettebb fokon, milyen energiával tud eljutni. Tehát így a személyes találkozás, ez nem jöhet létre, sőt, mi több, biztonsággal lehet mondani azt a mai tudásunk mellett, hogy személyes találkozásról szó se lehet. A tudományos magyarázatok ellenére egyre többen hisznek az UFO-kban, és egyre többen állítják, hogy UFO-kkal vagy UFO-nautákkal találkoztak. Miért mondhatják ezt az emberek, hogyha a tudományos téziseket sorra megdöntik? Gondoljunk arra, hogy a rendszerváltással azért az irodalmunk is megváltozott. Ma már olyan könyveket lehet forgalomba kapni, amit azelőtt dugva, vagy külföldről, vagy egyáltalán nem lehetett kapni. Gondolok Denikenre, meg több ilyen fantaszta, illetve ufológusra, vagy ilyen írókra. Ma Magyarországon, ugye nyugati példára, elterjedtek az ufológusok. Ma kiadnak, ha van egy kis pénze, bármilyen könyvet. A cenzúra itt már nincs olyan, hogy na most ez a tudományos alapja nincs, kiadják, megéri, veszik, van rá vevő. Na most gondoljuk el, hogy az embereknek mindig az a jó, ami rossz. A szószoros értelemben a jót nem veszik meg, rosszat megveszi mindenki. Tehát maga a ufológia egy új dolog Magyarországon, sokan hordolnak benne, sokan hordolnak erre, hogy is mondjam, nem merem mondani, még csak lehet, hogy csak egy szórakozás, tehát ilyen dolgot föl se tételezek, hogy ez a tudomány ez valami köze lenne, és nagyon sokan foglalkoznak vele, éppen azért, hogy vagy szórakozásból, vagy hiszékenyek az emberek, ugye azért, de ennek tudományos alapja semmilyen nincsen. Miért éppen csészealj alakúak ezek az UFO-k, hiszen legtöbbször így mondják el, így ábrázolják őket? Emlékezzünk vissza a II. Világháborúra. Az utána levő korra, amikor már kezdődött a hidegháborús rendszer kialakulni. A németek kezdtek el foglalkozni a helyből felszálló olyan tárgyakkal, amelyiknek a légellenállása nem nagy és nagyon gyorsan tud repülni, és gyorsan tudja változtatni a sebességét. Na most hát ezek a kísérletek ilyen diszkoszhoz hasonló égi járművek lettek volna, amit rakétahajtóművel emeltek volna föl, de nem sikerült, mert ugye ha a légkörbe, ugye a légáramlatokat figyelembe véve, tehát az aerodinamikai hatásoknak nem tett eleget, ami a repüléshez szükséges, és így abba is hagyták a gyártását, majd később aztán az angolok kifejlesztették a helyből felszálló gépeket, majd az oroszok, stb. Tehát ebből lett tulajdonképpen a helyből felszálló repülőgépek. Igen, ám csak, hogy ezeket a kísérleteket látták az emberek. Na most nyilvánvaló, hogy beszéltek is róla. Sokan beszéltek, és az ilyen az szájról szájra terjedt természetesen nagyon gyorsan. Miért ábrázolják az emberek mindig ilyen nagy szeműeknek ezeket az ufonautákat? Hát itt megint lehetne visszakérdezni, hogy az óriásokat miért egyszemű, nagyszeműnek ábrázolják. Ez benne van az embernek be, azért, hogy egy picit mássá tegye azt az idegen, civilizált lényt, ne pontosan olyanra, mint ő, hanem egy kicsit más is legyen, és ezért van, hogy egyszemük, vagy kétszemük, nagyszemük van, hogy jól lássanak, vagy ugye az okosabbak azok azt mondják, hogy ezek már nem abba a látható szintatományba figyelik meg az ember, figyelnek meg minket, hanem a infravörös tartományba, vagy az ultraviola tartományba, akkor vannak nagy fekete szemek, mikor az ultraviolába figyelnék meg. Tehát ez mindegy ilyen fantázia. Maga ezt a fantáziát az ember állította magának, hogy ezt elhiggye. És van, aki fantáziál, és vannak, akik elhiszik. Van-e olyan csillagász, aki hisz az UFO-kban? Megmondom őszintén, nagyon sok csillagászt ismerek, nem csak Magyarországon, hanem világviszonylatban is, de még egyeset találkoztam. Az álomautóm nekem egy ilyen nyitott autó. Abban, ha az anyós ülésre beültetek egy szép nagyhajú hölgyet, akkor bizony annak 120-as tempó felett már összekócolódik a haja, akkor pedig a nők nagyon morcosak tudnak lenni. Hát ez biztosan így van, én saját bőrömön tapasztaltam. Morcos nézőink. Voltál? Hát igen, nagyon.
Nem szeretem, ha összekócolódik a hajam. Majd hozok ezentúl ilyen hajszállítót, és mindig fújni fogom rád a szelet. Jó. Állandó nézőink bizonyára emlékeznek még az őszi smink divatot bemutató filmünkre. Most a szépségápolásról szoros sorozatunk következő részét láthatják, amiben a báli szezon közelettével adunk egy-két hasznos jó tanácsot. Frizurák elkészítése előtt azonban hajunkat fel kell frissíteni, ehhez adnak tanácsot a Kiskunhalason található Gold Rose fodrászat tagjai. Az időjárás változása miatt, hűvösre fordulás miatt, meg a ködös időre jellemző betegségek legelőször, amit meg lehet említeni, ez a korpásodás. Ez a nedves hatása, a nedvesség hatása a fejbőrre, ezek után meg az a hajhullás. Hogyan tudtok ezeken a problémákon segíteni? Eszközök állnak rendelkezésünkre, amellyel megállapítjuk a probléma okát, és miután egy diagnózist állítunk föl, ebből a megfelelő pakolásokat alkalmazok. Ha a kezelés eredményeként újra egészségesen fénylik a hajunk, már csak az egyéniségünkhöz és az alkalomhoz legjobban illő frizura elkészítése következik. A hajunk hosszától függően göndörhajfürtök, loknik, vagy akár apró csigákból rafináltan megtűzött konty is az est fénypontjává varázsolhatja viselőjét. Reneszánszát éli a 60-as évek frizura divatja is, amit mi magunk is el tudunk készíteni, pusztán egy kis kézügyességre van szükségünk. Széles körbe próbáltuk bemutatni, hogy fiataloknak, idősebbeknek, és alkalom szerint is, hogy nappali viselet vagy alkalmi viselet. Mi jellemző a modern férfi hajviseletre? Hát örömmel köznöm, hogy egy kicsit többet próbálkozunk foglalkozni a férfiakkal. Egy kicsit megdöbbent a látvány, mert a férfiaknál is a hajszínek betörnek, a szőkétől a kékes feketéig, és ezzel a formákat, mivel egy kicsit szűkebb a férfiak részére a formai lehetőségek, ezért a színekkel próbáljuk pótolni. Van-e aktuális őszi divat hajszín a nők számára? Hát szerencsére a szín az nagyon széles, és egy fejen belül is, egy hajviseleten belül is többféle szín tudunk alkalmazni, és ezzel egy varázslatos szín tudunk létrehozni. Bizony, összekócolódhat a haja annak is, aki sárkányrepülés közben nem vesz föl sisakot. De ezt nálunk jobban tudja Törköly József, aki tapasztalt sárkányrepülő. Köszöntöm. Köszönöm. Hát valóban, de a sárkányrepülés közben mindenképpen kötelező a bukósisak, úgyhogy a frizura az maradhat. Hogyan indult Kiskunhalason ez a klub? Érdekes dolog, Német B. Laci barátommal. 5 és fél évvel ezelőtt egy bevásárlás kapcsán, családi bevásárlás kapcsán sétáló utcába találkoztunk, ő tudta rólam, hogy én korábban vitorláztam, és arról beszélgettünk, hogy jól volna Halason is valamit beindítani, mivel hogy a legegyszerűbb és legelérhetőbb anyagilag és eszköz vonatkozásban is a sárkányrepülés. Hát Lacival elhatároztuk, hogy megpróbáljuk megszervezni ezt a dolgot, és hát végül is összejött, mert létezünk. Sikerült. És gondolom, hogy ilyenkor versenyeket is szoktak rendezni, minden sportágban. Sokan kíváncsiak, hogy egyáltalán miből áll egy ilyen verseny? Hogyan lehet versenyezni ilyenkor? Igazán a repülésben a verseny az csak érdekesebbé teszi. Maga a repülés élményért, legtöbben a repülés élményért repülnek különböző vitorlázó repülő, sárkányrepülő.
és a többi. De a verseny nem olyan látványos, mint egy futballmeccs, mert felszáll néhány gép, elmegy néha, néhány óra múlva visszajön, és addig semmit nem lehet az egész versenyből látni, így aztán a tévében is, és akár moziba, bárhol nem igen lehet tényleg a versenyekről látni. Megkapják a feladatot a versenyzők, navigációs versenyek vannak, különböző ügyességi versenyek vannak, például mindenki kap egy liter benzint, és ezzel az fog győzni, aki ezzel az egy liter benzinnel legtovább a levegőben marad. Vagy teszem a 100 méter magasról egy babzsákot egy 5 méteres körbe be kell dobni. Nem is gondolnák sokan, hogy nem egyszerű dolog. Közben bejátszásokon láthatunk egy fiatal hölgyet. Igen. Rajkai Ildikó egyetlen leány tagunk, egyesületi tagunk. Nagyon érdekes ez a felvétel. Annál is inkább, mert Ildikó most fog életébe először egyedül repülni. A felvételnek ez az érdekessége. Mellette Hallai Zoli, a gondos apa, a Vili, az édesapja, gondosan ellenőrzi a sárkányt, mielőtt a leánya életében először egyedül a levegőbe fog emelkedni. Azért is az a nagy nyüzsgés körülötte. Nagy élmény és a legnagyobb. Tehát először az első mindenből a legnagyobb élmény. Minden felszállás más, nincs két egyforma repülés, de az első a legnagyobb és a legérdekesebb. És hogyan jut el valaki oda, hogy egyáltalán beülhessen egy repülőbe és utána felszállhasson? Egyszerűbb, mint sokan gondolnák, tehát semmiféle különösen fizikai, pszichikai felkészülés nem kell. Én úgy mondanám, hogy körülbelül egy hivatásos jogosítványnak megfelelő fizikai, pszichikai állapotban kell lenni annak, aki pályázik a sárkányrepülésre. Mindenképpen javaslom, aki ilyesmire adja fejét, hogy először orvosi vizsgálatra menjen el, és ha az orvosia megvan, akkor jelentkezhet nálunk az egyesületbe a Kábel TV központjában, 15-es földszintjén, a Hallai Zoli főpilótánknál, aki megfelelő instrukciókkal el fogja látni. Hát tapasztaltuk hétköznapjainkban is, hogy a sárkányrepülés nem csak hobbiból és sportból lehet űzni, hanem egyéb más hasznos dolgokra is fel lehet használni. Így van, gyakorlati haszna is van a sárkányrepülésnek, alkalmaztuk már nem egyszer. UFO dolog, az imént volt az UFO-ról szó. Két évvel ezelőtt János Halmán volt egy jelenség, amit többen láttak, és UFO-nak vélték, véltük mi is, és sárkányokkal, sőt egy helikopterrel is a vélt becsapódási helyet próbáltuk megkeresni, megszerveztük, pásztáztuk a területet, ahol látták több irányból többen egymástól függetlenül ezt a jelenséget és a becsapódást. Nem biztos, hogy UFO volt, de a kutatásban nagy területet lehet átkutatni, és jól, biztonsággal. Más gyakorlati elveszett állatok, eltévedt idős emberek fölkutatására roppant alkalmas. Közben nézem Ildikót, gyönyörűen az első leszállása, ez úgy, ahogy a könyvbe le van írva, úgy történt. Teljesen szabályosan történt, és a végén azért nagy lesz az öröm. Hát persze, ez feledhetetlen, és ez mindenkinek. Az oktató, aki oktatta odáig, neki is, hogy mondjam, azért nem semmi, hogy valakit először elengedni egyedül, és hát aki teszi ezt, annak is nagy élmény, és hát a környezete is, a barátai, a sporttársai, valamennyiünknek nagy öröm az, amikor valaki hát úgymond elmegy egyedül. Igen, láthatjuk. Ildikó arcáról leolvasható az nagyon élmény. Nagyon boldog. Körbeveszik őt és gratulálnak. Ők gratulálnak. Hát nagyon szépen köszönöm, hogy elmondta nekünk a tapasztalatait, és remélem, hogy sokan kedvet kapnak majd a sárkányrepüléshez. Szeretettel várunk mindenkit, és én kihasználom az alkalmat arra, hogy évikét tavasszal, ha jobb idő lesz, és megígérjük, nem kócoljuk össze a haját, egy séta repülésre az egyesület, és a magam nevében is. Nagyon szépen köszönöm, és elfogadom. És akkor most egy kicsit térjünk vissza a földre. A zöld pont
klub idei utolsó próbáját rendezték meg múlt vasárnap. A Krausz és társai gyalogtúrának ezúttal egészen új fazont szabtak a szervezők. Mi halasiak szinte karnyújtásnyira élünk egy nagyon ritka természeti adottságokkal rendelkező területtől, amely a már kiszáradt patkótóval és egykori mocsaras lápvidékével kezdődik. A valaha gazdag flórát a cölöpökre vert fahídról láthatták a jó 15-20 éve arra látogatók. Mi 52-en az időenyészte maradványát tapasztalhattuk, de nekünk ma ez is érdekes. Persze az őszi gyalogtúra a lelkes hívei tovább is merészkedtek, kutatva a zsombostó düllő titkait. A 20 kilométeresre nyúlt útvonal első harmadában a cserjék és a fenyvesek közé szorult homokutakon kígyózott a zöld sportos csapat. S hogy az amúgy is jó kedvük még jobb legyen, a napnak helyet adva a felhők is elbújdokoltak. S mire a pirtó lovas tanyához ért, a menet már egészen nagy lett a meleg. A halasi lovas kultúra kis szigetén pihent egyet a homok hátán gyalogló, többségében gyereksereg, azaz, hogy pihent volna, mert hogy a lovas tanyán azt csak úgy nem lehet. Sok látni, simogatni, na meg ajándékozni valóakat, amihez csak egy kis szerencse kellett. És vasárnap sokak örömére volt belőle bőven. Az erőpróbák közé fakultatív alapon lovaglást is becsempésztünk, így legalább megtanulhattuk szeretni a lábunk alatti biztos talaj. A jó órás aktív pihenést az egykori szovjet hadigyakorló téren folytattuk. Ki gondolná, hogy valaha a homokdombok között a Duna bájta medrét, s hagyta nekünk hátra bucka tengerré dagadt hordalékát. E terület Európában egyedülálló, s most éppen kutatják értékeit. Egy-két év múlva talán védett lesz, s egyben része a kiskunsági nemzeti parknak. Nem könnyű a teret, talán ezért is találták alkalmasnak a katonai célokra, de azt hiszem, önök is láthatják, sokkal jobban áll rajta a békés gyalogtúra, amit mi szerveztünk, mi terveztünk, és mi csináltunk, és hogy kik is voltunk mi valójában. Hát, a Krausz és társai. Most pedig, ugye műsorunkból megszokhatták, hogy nem maradhatnak ki a humor pillanatai, de ezúttal nem a házi videók következnek, hanem három kubai rajzfilmet láthatnak. Ha az utakon nem is Tarzan módjára liánon közlekedünk, hanem autóval, és nagyon sok csettegőt láthatunk ezekből az autókból az utakon közlekedve. Ezek a csettegők nagyon hasznos használati tárgyaivá, használati járműveivé nőtték ki magukat. Azt azonban nagyon kevesen tudják, azt hiszem, sőt én sem tudtam, hogy a csettegő feltalálója vagy készítője nem is messze lakik tőlünk. Laci azért tud ennyit ezekről a járművekről, mert a héten meglátogatta Lehocki Ferenc lakatos mestert Soltvadkerten a műhelyében, és ott készített vele beszélgetést. Az ön nevéhez fűződik a csettegőknek a úgymond megszerkesztése. Mikor merült fel ez az igény? Ez körülbelül a 60-as évek valamely évében. Egy már előtte megrendelőm, Kuncsaftomnak az ötlete volt, hogy valamit a lovak helyett ki kellene ötleni,
mert már nem lovak, lóval már nem bírt gazdálkodni, azaz, hogy lovak már lassan nem is voltak a községünkben az akkori helyzet miatt. Ennek az első darabnak minek kellett megfelelnie, milyen követelményeknek? Hát itt volt plusz követelmény is, mert a szőlő területe ilyen sövény szőlővel volt kerítve, és azon belül, hogy könnyen tudjon forogni neki, rövidnek is kellett lenni, és ha kiszed egy sort a művelésre, a sor közt is elférjen könnyen, és hát a terep, a homok, ez tette szükségessé azt, hogy négy kerék meghajtásúra kellett a gépeket csinálni. Honnan van a csettegőnek ez a jellegzetes hangja? Hát ez természetes dolog, mert amikor ezeket készítettem, MIB motorokat raktam rá, lassú járatú, egyhengeres motor volt, és hát minden második fordulatra a robbanásnak a hangja külön-külön kihangzott, nem egy monoton, folyamatos kipufogás volt. Hány csettegőt készített körülbelül? Körülbelül 30-40 között, mert én abban az időben a vadkerten meglévő szakszövetkezeteknek is a javító műhelye voltam, mint kisiparos, mert nem volt saját műhelyük. Milyen motorokat alkalmaznak leggyakrabban ezekhez a csettegőkhöz, vagy milyen technikai megoldásokat? Hát motorokat az én időmben csak a MIB-eket raktuk, azóta targonca motorokat is raknak, sőt, nagyobb a traktormotorokat, zetormotorokat, de hát az már erősebb futóműre is van építve. Olyant én nem készítettem. Ferenc bácsi milyen gépeken tud dolgozni a szakmában? Hát, amihez alkalmam volt hozzájutni, hát, és hát ami a legszükségesebb a szakmában, az esztergapad. Egy jó géplakatosnak kell tudni lánggal, villannyal hegeszteni, esztergálni, és nem fölösleges dolog a marógép egyébként. Hát a fúrógép az szinte mint egy kéziszerszám meg, hát szóval egy oszlopos fúrógép nélkül nagyon nehéz megélni. A Leócki név mennyire kötődött össze a csettegőkkel? Hát eleinte igen erősen, de később ez a Kőszegi Laci barátommal megoszlott, többször olvastam az újságban, hogy kőszegi féle csettegő hirdetnek, de az is sokkal többet csinált, mint én, mert hát ez a teljes kapacitását arra használta föl, többet magával dolgozott. Az enyém mondjuk az az érdem, hogy én csináltam az elsőt, nekem kellett kitervezni, és hát hogy jók voltak, a mai napig is mennek, és még az egyik kollégámnál ritkán van megrendelés, mert bizony most már nagyon drága, sokba kerül. A munkásságát Soltvadkerten egy díszpolgári címmel ismerték el. Mennyire érte ez önt váratlanul? Teljesen váratlanul ért. Mert tessék megérteni, én amikor ezt a gépet csináltam, én magába a tervezésbe kiéltem magam, mert szerettem mindig újabb-újabb dolgokat konstruálni, hát mondjuk ilyen nagyot más nem csináltam. És én sokáig ennek a jelentőségét föl se fogtam, hogy hát mekkora segítséget adtam én a vadkerti polgároknak. Most már idősebb koromra úgy ilyen gondolat előjött, hogy ugyanha én nem találom ki ezt, valaki kitalálta volna